Urat, a vendégek mesterét megkérnének, hogy pár szóval értékeljék meg a mérkőzést. Az első fél időt azt úgy, ahogy volt, azt átaludtuk. Nem volt ütközés, nem volt párharc, nem volt passz, nem volt lövés. A játék összes elemében nagyon gyengék voltunk. A második fél időben a vakok látni kezdtek, a bénák járni kezdtek. A csapásra megváltozott minden. Eddig is tudtam olyan csapat szélsőséges, de az, hogy egy meccsen belül is ennyire szélsőséges tud lenni, az még engem is meglepett, hiszen a másik fél idő játék azért az úgy nézett ki, hogy annak ki kell nézni, amik hogyha voltak is a haladásnak helyzetei, mondom, hogy abból lehet építkezni, annak pedig meg kell keresni az okait, hogy miért kezdjük így a mérkőzést. Köszönjük szépen, uram, kérdés! Igen, valószínűleg a nemzet is volt, hogy akkor fél időben mit mondta a játékosoknak, hogy valóban ennyire változott aztán a játékképe? Megkérdeztem, hogy nem zavar a jelzőket, hogy ennyi volt kapunk, hogy itt szórakoznak velünk, tehát hogy az önbecsülésüket nem zavarja ez a dolog, hogy ilyen könnyen adunk gólokat. Tehát a játék volt a válasz a második fél időben. Igen, még azért, aminek nem ennyi kell szólni ki, hogy mindig úgy kényszerből kell összerakni a csapatot, hiszen vagy hiányzók, vagy tehát, hogy azért ez is benne van, nem? Nem egyszerű a helyzet, ugye elősünk sérült van, úgyhogy van probléma bőven, de én azért vagyok edző, hogy ezeket megoldjam, a játékosok pedig azért játékosok, hogy az ilyen helyzetekben is hozzák a maximumot, tehát az első fél idő az kérdelem a maximumot. A második fél idejében sokkal több munka volt, mint amennyi valóban kellett volna, és saját magunkat tesszük tönkre ezzel az első fél idejében játékunkat. Köszönjük. Az érdekelne, hogy például Bodnár István egy szervező típusú játékos minden korábbi mérkőzésen edzőnél középpályán szervezőként, vagy pedig az ég mögött játszott, most te centert játszottál vele. Ez egy kényszer megoldás, vagy ez a terészedről egy innovációs megpróbálod, hogy itt? Nem egy innováció, hogy milyen hamis 9-est próbáltam vele játszatni, amit játszottam már máshol is, ott jobban bevált, de egyelőre nincsen a csapatnak centre. Olyan, aki meg ugye mondhatjuk a Griffet, de ő pedig nincsen olyan állapotban, hogy 90 percet végig tudjon játszani. Úgyhogy a kettő szült ezt a megoldást. Még egy kérdésem lenne, nem biztos, hogy erre tudsz válaszolni. Ugye ki tudtál cserélted, és aki bejött helyett, az egy 95 születési játékos volt a Szabó Balázs. Ezzel bukta a... Nem, ő is fiatal. Ő is fiatal? Akkor ő a 98-as Szabó Balázs? Szabó 2 Balázs volt. Akkor bocsánat. További kérdés. Köszönjük szépen, további sport, gyerekek. Köszönöm.